Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a Tiszaparti Kisváros sportpályáján megrendezett városnapon és nyári ízek fesztiválján. A főzőverseny a látványos bemutatók és a szabadidős programok mellett komoly témák is terítékre kerültek, ugyanis a település nemrégiben nyert meg két nagy összegű és a városfejlesztés szempontjából fontos pályázatot. Több mint 400 millió forintból teljesen megújulnak a belváros parkjai, épületeket alakítanak át. A városkép mellett a gazdaságfejlesztésre is áldoz az önkormányzat. Az ipari parki beruházásra 548 millió forintot költenek. Benyújtottunk egy pályázatot ipari park címre, aztán ezt nagy nehezen, hál' Istennek megnyertük néhány évvel ezelőtt, és később kiderült, hogy jó döntés volt, hiszen ez volt a feltétel annak, hogy azt a gazdasági ipari területet, amelyet úgy hoztunk össze, hogy rengeteg földet kellett vásárolnunk, mert nem volt önkormányzat tulajdonában föld. Ezeket alkalmassá tudjuk tenni arra, hogy oda betelepedjenek gazdasági vállalkozások, cégek. Erre nyújtottunk be pályázatot, magyarul az ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésére. Ez utak, az összes közmű, vízelvezetés, minden, ami ebbe belefér. Ezáltal, hogyha ez megvalósul, ez véletlenül a 18-19-es évre fogunk a végére járni, akkor kész betelepítésre alkalmas területekkel jelentkezünk a befektetők előtt. A fejlesztések fontosságát a térség országgyűlési képviselője is hangsúlyozta köszöntő beszédében. Minei Győző a turizmus helyi lehetőségeire hívta fel a helyiek figyelmét, hozzátéve ezen a téren is fejlődni fog Tiszalök a következő években. Tiszalöki strand üdülőtelep fejlesztésére 200 millió forintot elnyert a város. Ez egy komoly lehetőség, hogy itt komfortosabb legyen az üdülőtelep, és tulajdonképpen egyre többen tudjanak ide látogatni. Ahhoz, hogy ide el tudjanak jönni, kell még az infrastruktúra fejlesztése, az úthálózat fejlesztése is, és itt Tiszalöktől Tiszadadáig, mintegy 12 kilométer hosszúságban az útfejlesztés is meg fog történni. Én azt gondolom, hogy jó a levegő, kiépített infrastruktúra, jó a víz, különösen egy ilyen nyári napon mondhatjuk el, hogy a Tisza vize is a strandolók, az üdülők számára elérhető, és ez az üdülőközpont fejlődni fog. A városnap számtalan programmal várta a helyieket, volt csíkós és motoros bemutató, a bográcsokban pedig a legfinomabb ételek készültek. A felnőtteket többek közt koncertekkel és látványos kerékpáros mutatványokkal, a gyerekeket pedig játszóházzal és ugrálóvárral szórakoztatták a szervezők.